Sziasztok, én Renától vagyok, a mai videóban pedig erről a kínai monitorról a 27 szoros 4K felbontású 160 Hz képfrissítésű és 1 millisekundum válaszidejű KTC H27P22S monitorról lesz szó, ami ahhoz képest, hogy ilyen specifikációkat tud, mindössze körülbelül 160 ezer forintért megvásárolható a Gigbaingon EU raktárból, ezzel jóskán alá az itthon kapható ismert márkák termékeinek. Szerintem ez egy jó monitor, hogy ha ennél többre vagy kíváncsi, akkor a videóban elmondom a részleteket. Kezdjünk! A kicsomagolás során mindent megtalálunk, ami a használathoz szükséges. Van egy külső tápegység a hozzávaló tápkábellel, valamint van egy másfél méteres DisplayPort kábel, van némi papírmunka, a monitor állványon, valamint a talpa. A monitor összeállítása igencsak egyszerű, mivel nem kell hozzá semmilyen szerszám. Az állvány két részből áll, csak bele kell pattintani a lábat a talpba, alul a beépített csavar segítségével pedig csak meg kell húzni. A lábra pedig fel kell pattintani a monitort, és kész is. a 100x100mm-es foglalata is van, így a monitor karra vagy falra is szerelhető. Nos, így néz ki teljes valójában, ami szemből látható, hogy mat felületű kijelzőpanelt kapunk, három oldalon relatíve kicsi kávákkal, jól néz ki, de természetesen műanyag az egész, így is spórolnak az áron. Ami még így szemből feltűnik, hogy magenta színű a kábelvezető, ami hát érdekes dizájn -e lenne. A monitor egyébként elég széles skálán állítható, van magasságállítás, van bologatás, van forgatás is, sőt még pivot modot is tud. Teljesen korrekt ergonomiai szempontból és stabilis, de azért egy pici hintázása van. A hátoldal gameres dizájn kapott, de visszafogott, és nincsenek RGB-k sem. A hátlapon van egy joystick, amivel a menüt lehet állítani, de erről majd később. A monitor alján találjuk a portokat, amik a következők. USB-A debug két 2.1-es HDMI, két 1.4-es DisplayPort, valamint egy jack. Hangszórók nincsenek. Nézzük a fő lényeget, a panelt. Az AUO gyártja Fast IPS technológiájú anti-glare bevonattal. 27 szoros a képátló, 4 k a felbontás, 160 Hz a max képfrissítés, valamint 1 ms a válaszidő. Van FreeSync Premium és G-Sync is, valamint kékfény szűrő és HDR 400-as szabvány. Színek terén 8 bit plusz High FRC színmérsége van, 100 32%-os sRGB lefedettsége van, valamint DCI P3 97,5%-át tudja lefedni. Elég jó számok ezek, ahogy néztem a hazai monitor kínálatot, ilyen 200 ezer alatt hasonlót sem nagyon találni, 220-250 körül vannak átlagban monitorok hasonló specifikációkkal. A megjelenítés szép, ezt elsőre is láttam, na meg ugye én 1440p-s monitort használtam ebben a méretben, a 4K felbontás az egyből feltűnt, hogy sokkal élesebb minden, de gondolom az, hogy baromi éles, az elég evidens mindenkinek, mivel itt 27 szalos méretben van 4 k felbontás, így a szövegek, a betűk azok tényleg nagyon-nagyon élesek. A mozgás megjelenítés is szép folytonos, 160 hz azért ez elvárható, és elég gyors a reakció, gosztingolás sem jelentkezik a játékoknál, én a standard overdrive beállítást használtam ehhez. A válaszidő ugye elvileg 1 millisekundum is lehet, szóval FPS játékokhoz is simán használható, én teljesen elégedett voltam vele a játékok során, az LG Ultra Gear monitoromhoz képest én nem éreztem semmilyen hátrányt. A betekintési szögek azok rendben vannak, mivel IPS-ről van szó. A színek is szépek, élénkek és tényleg eléggé jók, élettel teliek a gyári beállításokkal is, de persze vannak színprofilok, meg egyéni kalibrálási lehetőség is. Nagyon korrekt a képminőség ezért a pénzért. A kontraszt az 1000 az egyhez hez mély feketékre a technológiából adódóan azért ne számítsunk, de SDR-ben nagyon jó, alacsony fényerőn szinte teljes feketét kapunk, és a kép uniformitása is nagyon szuper. Mivel matta panel, elég jó a tükröződés kezelése is, a napfény vagy a lámpák azok nem zavaróak, nincsenek élesebb becsillanások a fekete alapon sem. Fényerő maximum 400 nit tud lenni, és támogatja a HDR 400 szabványt, így a HDR is bekapcsolható. A HDR bekapcsolása után ugye azért a dinamika jobb lesz, a színek azok pedig még erősebbek lesznek, és több részletet látunk a képekből, de azért ez elég messze van bármilyen OLED vagy mini LED féle HDR-től, így a fényes részek nem tudnak annyira fényesek lenni, a feketék pedig nem tudnak annyira feketék lenni. Ilyenkor egyébként szürkésebb, mint SDR-ben, és jobban látszik a háttérvilágítása is, de a dinamikatartomány az tényleg full-korrekt. HDR-ben is bátran használható ez a monitor, hogyha esetleg olyan a tartalom, ami inkább színes, mint fekete vagy szürke. Ami inkább érdekes és hasznos, hogy van freesync és g-sync is, elvileg, de utóbbival azért nem tudom pontosan milyen helyzet, mert nincsen rajta a g-sync matrica. És az NVIDIA vezérlőpult azt írja, hogy nem G-Sync támogatott a monitor. Ennek ellenére, vélhetően működik a standard VRR szabvány miatt, és játékkonzolok esetén is engedélyezhető rajta a VRR. Úgyhogy összességében több, mint jó a képminőség, SDR-ben kiválónak, HDR-ben pedig IPS fronton jónak találom ezt a megjelenítést. Nézzük a menüt. A hátul levő kis joystickkal irányítható a menü, ami egyébként logikus elrendezésű és mindent megtalálunk rajta, ami egy jó gamer monitoron megtalálható, a képbeállítások személyre szabhatók, ahogy a színbeállítások is. A gaming beállításoknál kapcsolható be a FreeSync vagy a G-Sync, illetve az overdrive beállítások is itt érhetők el, és vannak extrák is gamereknek, mint például időzítő, célkereszt vagy FPS számláló. Hogyha több géppel használod, van automatikus bemenetkezelés is. Teljesen logikusan használható, jó a menü. Magyar nyelv viszont nincsen benne, hogyha esetleg ez valakinél szempont lenne. Én alapból szerettem volna venni egy 4 k monitort, ami jó lenne játékra is, meg munkára is, mert amúgy ez a kettő ritkán passzol össze. A KTC-t én két hete használom, vegyes használatra, játszottam rajta, használtam simán böngészésre, szóval napi használatra, néztem rajta filmeket is, sőt, még videót is vágtam, és Igazából nekem mindegyikre megfelelt, abszolút rendben van. Én játékoknál és videóvágásoknál sem tapasztaltam problémákat, bár nyilván azért tény, hogy ha valaki professzionális felhasználásra keres monitort, akkor azért ennél egy komolyabb megjelenítő kell, viszont hobbi szinten tökéletes. A tudásához képest pedig igencsak baráti az ára, így én nem igazán tudok negatívumot mondani, azon kívül, hogy kínai webshopból kell megrendelned. Én mindenképpen tudom ajánlani, hogyha egy olcsóbb 4K-s monitort keresel játékra, vagy általános felhasználásra. A KTC monitorra esetén egyetlen egy dolog van, amivel mindenképpen számolnod kell, ami miatt azért meg kell gondolni, mégpedig, hogy nincsen hivatalos hazai forgalmazás, csak a gigbáingen keresztül tudod megvásárolni, így hogyha esetleg később valamilyen garanciális probléma lépne fel, akkor nyilván ennek az ügyintézése egy kicsi macerásabb, mint hogyha mondjuk itt az alzán rendelthet volna. Az árazás az meg ugye eléggé hektikus a gigbuyingen, a videó felvételekor éppen 160 ezer alatt van, de általában vannak kuponok is. A termék linkét azt betettem a leírásba. Én azt mondom, hogy ezen a 160 ezer körüli áron jó vétel, hogyha hajlandó vagy vállalni a külföldi vásárlásból eredő kockázatokat. Az, hogy ez egy itthon nem forgalmazott kínai márka, az egyáltalán nem vehető észre rajta, csak azon, hogy itthon nem találod meg egyik boltnál sem. Nekem tetszik ez a monitor, én megtartom, ezt fogom mostantól használni minden nap, játékra, videóvágásra is, majd kiderül, hogy hosszú távon mit tud, majd beszámolok róla, hogyha esetleg valami probléma lenne vele. Nektek hogy tetszik? Vennétek ilyen márkát, vagy vásárolnátok egyáltalán a ingról? beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek a hasonló tech -tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napotok, sziasztok!